Egy kérdés. Szereted Peter McKinnont? Ha igen, tedd fel a kezed, vagy lájkolj. Emlékszel arra a videójára, ahol a 85 mm-es objektívet a bíróloknak a királyának nevezte? This new 85mm 1.4 is probably my all-time favorite lens. Teljesen értem, hogy miért, de mégis vitatkoznék vele. Mindjárt ki is fejtem, ugyanúgy, ahogy a tulajdonságait is a Samyang 85mm-es 1.4-es objektívnek, és néhány nagyon király bírollal is készültem, ahogy bemutatom a képminőséget, autofókuszt is, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig ezt a videót, de először jöjjön az intro. Ma egy árérték arányban a legjobb, pénztárca kimélőnek is akár mondható, a bírólok királyának nevezett fókusztávról beszélünk, a 85 mm-ről, 1.4-en a Samyang objektívéről. Hogyha láttad az 50 mm-es Samyangról lévő bemutatómat, akkor talán emlékszel, hogy az egyik legnagyobb problémám a minimális fókuszálási távolság volt, ami 45 cm. Hát, itt ugyanaz a helyzet, ugyanis ennek 90 cm a minimum fókuszálási távolsága. Tényleg, és mivel nagyon közel van a 85 mm a 90-hez, és a Sonynak van egy 90 mm-es 2.8-as makroobjektívre, számomra nehéz meggyőzni, hogy miért inkább a 85-öt válasszam, még annak ellenére is, hogyha a 85-nek van valamilyen ilyen sánja, a különleges bokével, egy tényleg nagyon dramatikus mélységélességet el lehet érni, és tényleg azokat a képeket vagy videókat, amiket ezzel készítünk, meg lehet mondani, hogy ez ezzel készült, és teljesen más, mint bármilyen más objektív, amit használhatnánk. Konkrétan a Samyangnak a verziója szerintem nagyon-nagyon jól készítették el ezt az objektívet, optimalizálta mirrorless kamerákra, és az ára is nagyon-nagyon jól van pozícionálva. Most figyelj, 250 ezer forintba kerül, ahelyett, mint a Sonynak ugyanez a GM verziója, ami 670 ezer forintba kerül. Éppen ezért egy annyira jó árértékarányú, nagyon jó minőséget, éles képeket, tényleg a középponttól a végéig nagyon éles képeket hoz, vagy tud produkálni magából, amit tényleg csak a 85-ös tud megcsinálni, de miért fizetnénk annyival többet a Sony verzióért, hogyha ugyanezt el tudjuk érni a Samyanggal. Plusz az autofókusza is nagyon gyors, halk és pontosan tud fókuszálni, talán a minimum fókuszálási távolságban egy picit lassabb. De a kialakítását tekintve 14 üveg elemből épül fel, alumínium házba van, csepp és porálló, és korregálja magától a kromatikus aberrációt és azt, hogy bármilyen lágyság legyen, kiküszöböli éles a széleknél is. Bármilyen szituációban nagyon jól használható, és tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon éles lencse, nagyon szépen megy az egyes szögektől a másik szögekig, és hát az 1.4-jel pedig óriási a blender, rengeteg fényt enged be. És pont ezért nem is kell mondanom, hogy a rossz fényviszonyok mellett is nagyon jól teljesít, szép a kép, és nagyon gyorsan tud fókuszálni ugyanakkor. Az utolsó dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy amúgy mennyire kompakt és hogy készítették el. Összesen 99 mm hosszú és csak 568 g-ot nyom, ami megint a Sonyhoz hasonlítva sokkal jobb. Ha már egy ideje követed a videóimat és itt vagy a csatornámon, akkor tudhatod, hogy én nagyon szeretem a makró felvételeket és közel menni. Éppen ezért számomra a Sonynak a 90 mm-es 2.8 makrója egy jobb választás, de te melyiket választanád? A nagyobb lendével rendelkezés, gyönyörű bokét adó 85-öt, vagy inkább mennél a makró felé. Kérlek, mondd el a véleményedet a kommentben, kezdjünk el beszélgetni. Tudod, a kommentben, ami a like-gomb alatt van, amit benyomhatnál, hogyha tetszett ez a videó. Ami hátra maradt, az mind a képminőség és a fókuszálási teszt. Nézzük meg, hogy mi van, hogyha eltűnök. Ha jól látom, most befókuszált. És most visszajövök, mennyi idő múlva vesz észre, ahogy látom. Talán most észrevett, de most benyomjuk a gombot. Most nyom be, Zoli.
oké, most rám fókuszált, és nézzük meg nyilván a kis futós tesztünket, hogy hátra megyek, tartja-e így a fókuszt, és akkor már elég távolságban vagyok, ha nem borulok fel, milyen, hogyha odafutok, és megnézzük így a tesztet, nagyjából szerintem itt kéne, hogy fókusz, vagy úgy, ahogy elkapott. Készítettem egy külön videót, amiben összehasonlítom az összes Samyang lencsét, amit ebben a sorozatban említettem. És nem csak ennyit csinálok, hanem csináltam egy krími bírólt, Olaszországba jártam, úgyhogy ha érdekel, mindenféleképpen nézd meg azt, vagy ha még nem láttad volna, akkor a többi Samyang lencséről szóló review-mat is itt meg tudod nézni. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozz fel, nyomd be a notifikációt is, tudod azt a kis csengőt is, mert rengeteg izgalmas tartalommal, nem csak ilyen bemutatókkal, review-kkal fogok jönni, hanem ugyanúgy elviszlek konkrét forgatásokra, ahol ezeket az eszközöket használva készítem el a krími bíróljaimat. Remélem, hogy találkozunk egy következő videóban, például ezekben. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!